Az infokommunikációs programban 2013 és 2014 között a kormány 155 önkormányzatban összesen 70 ezer idős embert kérdezett meg arról, hogy mivel tudnak hozzájárulni jól megérdemelt nyugdíjas éveikhez. Az idősek attól függetlenül, hogy melyik településen éltek, három alapvető választ adtak. Kértek az egészségük megőrzésükben, az ellenük irányuló bűncselekmények számának csökkentésében és az elmagányosodás enyhítésében segítséget. Az országban először Tiszalökön indult el az időseket segítő infokommunikációs szolgáltatás, amelynek keretein belül 25 multimédiás kiegészítőkkel felszerelt laptopot adtak át. A magyar kormány úgy döntött, hogy 5000 hátrányos helyzetű településen élő, hátrányos helyzetű idősnek adja a gépet, de a hátrányos helyzet itt nem csak szociálist jelent, hanem egyedülálló idősnek, akinek ráadásul az egészségi állapota is indokolja ezt. Majd a kis előadásomból látható, hogy nem véletlen, ugyanis az egészségi állapot meghatározó abban, hogy akik ma még nem használják a számítógépet, de szeretnék megtanulni, hogy sokkal erősebb összefüggés van az egészségállapot, mint például az életkor között. Tehát ezért döntött így a kormány. A szolgáltatás célja, hogy az idős emberek tanulják meg az informatikai rendszerek használatát és az internet használatát. De a szellemi frissesség megtartásában is nagy szerepet tölt be. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint a képzés fontos része lehet az is, hogy az idősek visszakerüljenek a munkaerőpiacra. Talán ez alkalmas arra is ez a képzés, vagy ez a szolgáltatás, hogy a nyugdíjasok visszakerüljenek a munkaerőpiacra, hiszen önök is hallottak, hogy a parlament törvényt, vagy hallhattak arról a kedves tévénézők, hogy a parlament törvényt fogadott el, hogy nyugdíjas szövetkezetek alakulhatnak, és a nyugdíj mellett, aki érez magába erőt, van egészsége, az dolgozhat is. És hát én azt gondolom, hogy a nyugdíjasoknak is be kell kerülni abban a rendszerbe, hogyha a magyar gazdaság teljesít, akkor ők is részesedjenek belőle. Ez a nyugdíjprémiummal, a nyugdíjkorrekcióval, a nyugdíjak reál értékének megőrzésével talán mondhatom, hogy sikerült egy lépést előre tenni. A magyar kormány novemberben arról is döntött, hogy az aktív időseknek is lehetőséget biztosít, így 2018-ban 100 000 idős embernek a digitális képzését vállalja.